Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. A mai előadás egy fiatal író, Légrádi Gergely Szemben című novellás kötetével ismerteti meg a hallgatót. A szerzőről. Légrádi Gergely három gyermekes családapa, szabadidejében ír, kertészkedik és ügyvédkedik. A Szemben a második nyomtatásban megjelent önálló kötete. Novellái antológiában és irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A kötetről. A Napkút kiadó gondozásában megjelent a kötet, mely 4 fejezetben 40 novellát tartalmaz. Az írások aprónak tetsző élet- és viszonyhelyzeteket, nagy pillanatokat és folyamatokat vesznek észre, szerelmi konfliktust, halál közelségét, robbanni készülő feszültséget. Mindezt pedig fesztelenül teszik, kvaterkázva az olvasóval, humorral és öniróniával. Értékelések a kötetről. Részletek. Jó a novellákat olvasni, mert becsülik az olvasót, és úgy bolygatnak fel minket, hogy olvasás közben szinte észre sem vesszük. Csak miután a történet lecsengett, akkor eszmélünk rá, hogy közös bűnökről, hazugságokról, kudarcokról is szólt az a novella, nem csak egy kotyogós kávéfőzőről, vagy egy rádiós közlekedési hírről, írta Deres Péter dramaturg, fordító, író. Marton László, a Víg Színház volt igazgatója, ma főrendezője, a következőket írta. Igen, ezek az írások a létezés lehetőségeit kutatják. Általában a világban, de még ismerősebben a kelet-európai és itt és most a mi magyar valóságunkban is. Hőseik kudarcai a mi kudarcaink. Tömör, lírai szépségű, helyenként groteszk humorral, néha pedig iróniával színezett novelláit élvezett olvasni. Ajánlom mindenkinek, aki szívesen olvas kortárs irodalmat. Most pedig részlet következik Radnóti Zsuzsa írásából. Radnóti Zsuzsa Jászai Mari díjas magyar dramaturg, a Víg Színház dramaturgiai vezetője, a Magyar Színházművészeti Szövetség dramaturg tagozatának és dramaturg kamarájának elnöke, érdemes művész, Örkény István Kossuth díjas író özvegye. Félálom novellák. Légrádi Gergely etűd novelláinak szinte mindegyike a félálmok határvidékén szólal meg. Ott, ahol időben és térben távol eső pólusok látszólag könnyedén összekapcsolódnak, és az így létrejövő ellentétekből bontakozik ki, ez szövegek különös, ambivalens atmoszférája. Mintha egy rejtélyekkel teli, epizódikus film peregne a szemünk előtt, ahogy sorra egymás után olvassuk a könyv sajátos, rövid történeteit az élet és a halál vélt, vagy valódi határhelyzeteiről. Sokszor nehéz eldönteni, hogy a tömör, kihagyásos írói megfogalmazás, a leírt történések a valóságban, vagy a képzeletben, esetleg egyfajta furcsa képzelgés formájában szólalnak-e meg. Gyakran összemosódik bennük a régmúlt és a jelen, az emlékek és a mindennapok realitása, sőt néha még az is eldöntetlen ezekben az írásokban, hogy az ébrenlét reál szituációjában, vagy egy álomban, illetve az e világon, vagy már a túlvilágon játszódik-e maga az esemény, és a történések hőse valójában melyik dimenzióban éli meg mindezt.
Ez a különös, lebegő létállapot adja meg szinte valamennyi írás alaphangját. Legyenek azok furcsa hangulatú történetek, egy szétrobbant kotyogós kávéfőző a fókuszban, és a háttérben egy széthulló család élete, a romhalmazzá váló hajdan volt gyönyörű lakásokkal együtt, kotyogós, ironikus vagy tragikus hangvételű portrérajzok egymás utánja, hasonlóan álomszerű szituációkban. Légrádi Gergely sajátosan meditatív félálomvilágaira érdemes ráhangolódni, érdemes velük megbarátkozni, mert nyitottságra és befogadásra tanítanak ebben a szűkre zárt, racionális valóságunkban. Légrádi Gergely a kötet megjelenése után írta Variációk jelmezbára című művét. Variációk jelmezbára. Első rész. Egész úton az járt a fejében, milyen ruhát válasszon. Közelgett a nagy esemény, és mint minden évben, most is ideje korán akarta kiválasztani. Mosolyal az arcán váltogatta a jelmezeket. Először vidám hóembernek öltözött. Figyelte a járókelőket, milyennek találják a látványt. Boldog volt. A fazék alakú kalapot és a sárga répa orrot a következő sarkon tréfás bohóc ruhára cserélte. Pirosra festett orral és hatalmas orrú cipőben ment át a zebrán, majd a kávézó terasza előtt már kéményseprő véved lett át. Kormos felszerelését a hátára vette, és nézte az embereket, hányan fogják meg gombjukat. Szeretett szerencsét hozni. Aztán színes ruhára váltott, és egy koncertmikrofon előtt állva varázsolta el az utca közömbösen sétáló közönségét. Hát persze, hogy van értelme az életnek. A jelmez kölcsönző elé írt, megrázta magát, majd akkurátusan megigazította az ingallérját és benyitott. Meglepődve tapasztalta, hogy a két eladón kívül senki sincs a boltban. A pulthoz lépett. Miben segíthetünk? Kérdezték szinte egyszerre. Kavarogtak a fejében az út közben felpróbált jelmezek. Hát nem is tudom, melyikkel kezdjük, válaszolt. Esetleg ajánlhatunk valamit? Próbálkoztak újra az ott dolgozók. Nem, köszönöm, tudom, miért jöttem. Mély levegőt vett, lehúnyt a szemét, úgy választott egyet. Az kifogyott, hangzott a válasz. Semmi gond, jegyezte meg, és széles vigyorral az arcán mondta a soron következőt. Azt nem tartunk, vetették oda. Aztán végig kérdezgette az összes, a sétája során felpróbált jelmezt, egytől egyig. Nem volt szerencséje. Az sincs, mosolyogni próbált. Már kivették, ismételgették az előadók. Most jut eszembe, kígyóbűvölő? Bátorodott fel. Azt sem tartunk, hangzott a válasz. Értem, motyogta maga elé. És mondjuk kertész, vagy valamilyen zenész, az van? Megnézem. Tűnt el a polcok mögött az egyik alkalmazott. Kis idő múlva kiabálva szólt ki, egyik sincs, már úgy értem, hogy a méretében. Az nem jó, gondolta magában, kifogyván az ötletekből bátortalanul kérdezte meg, akkor mit tudnak ajánlani? Mondjuk, mit szólna egy vámpírjelmezhez? Azt nem szeretnék, köszönöm. És rablónak öltözne? Nem igazán.
Akkor megpróbálhatna egy szellemruhát. Mi erre gondolnak, kedves szellemre, vagy inkább ijesztőre? Kérdezett vissza. A mi szellemünk egy csontvázra hasonlít, úgyhogy inkább ijesztőnek mondanám, nevetett az egyik eladó. Akkor inkább nézzünk valami mást, szólt csendesen. Mit szól a börtönőrhöz? Nincs valami, ami inkább, próbált újra belekezdeni, de a másik eladó felkiáltott. Hóhér, ez az, hóhér, az kell magának. Hóhér, bizonytalanodott el, tudja mit? Kihozzuk és próbálja fel. Ha tetszik, elviszi, ha nem, akkor nézelődünk tovább, biccentett egyet. Az öltöző fülkében a farmerjét a széktámlájára terítette, az inget és a zakót a válfára akasztotta, belebújt a ruhába, a csákót a fejébe nyomta, és kilépett az eladó térbe. Jaj, de jól áll! Igen, mint a magára öntötték volna. Igazán klassz. Tényleg így gondolják? Hát persze. Erősködtek az alkalmazottak. Hát akkor legyen hóhér, adta meg magát. Ez esetben legyen szíves itt kitölteni a formanyomtatványt, az előleget pedig a kasszánál tudja befizetni, hangzott az instrukció. Az eladók észesen vették, amikor kilépett a boltból. Megfontolt léptekkel indult hazafelé. A járókelők most sem vettek róla tudomást. Hozzászoktak már az őrültekhez, akik ilyen és hasonló maskarában sétálgatnak az utcán. Gondolkodott, hogy hol rontotta el. Miért nem működik ez az egész? A szembejövők, amikor közelebb értek, elfordították fejüket. Csak néhány kisgyerek bámulta meg, pedig mennyi mindent megpróbált. A folyó felé vette az irányt. A hóhérok magánya telepedett rá. Ahogy fogytak a háztömbök a híd felé, egyre erősebben érezte, nincs értelme. Ha pedig nincs értelme, akkor nem kell tovább húzni. Valójában már régóta halogatta. Pedig ez nem a hóhírok sajátja. Fellépett a hídra. A rakparton többen megálltak. A kezeit oldalra kinyújtva egyensúlyozott a peremig. Egy másik turista fotózni kezdte. Először a csákót hajította a vízbe. Második rész. Kifogyván az ötletekből, bátortalanul kérdezte meg. Akkor mit tudnak ajánlani? Mondjuk, mit szólna egy vámpírjelmezhez? Azt nem szeretnék, köszönöm. És rablónak költözne? Nem igazán. Akkor megpróbálhatna egy szellemruhát? Mi erre gondolnak, kedves szellemre, vagy inkább ijesztőre? Kérdezett vissza. A mi szellemünk egy csontvázra hasonlít, úgyhogy inkább ijesztőnek mondanám, nevetett az egyik eladó. Akkor nézzünk valami mást. Mit szól a börtönőrhöz? Nincs valami, ami inkább, próbált újra belekezdeni, de a másik eladó felkiáltott. Hóhér, ez az, hóhér, az kell magának. Hóhér, bizonytalanodott el. Tudja, mit kihozzuk, és próbálja fel. Ha tetszik, elviszi, ha nem, akkor nézelődünk tovább, biccentett egyet. Az öltöző fülkében a farmerét a széktámlájára terítette, az inget és a zakót a válfára akasztotta. Belebújt a ruhába. A csákót a fejébe nyomta, és kilépett az eladótérbe. Jaj, de jól áll! Igen, mintha magára öntötték volna, igazán klassz. Tényleg így gondolják? Hát persze, erősködtek az alkalmazottak, szerintem pedig egy katasztrófa,
Az eladók megrőkönyödve hallgattak. Most nézzék meg, úgy áll rajtam ez a ruha, mint tehénen a gatya. Egyébként pedig vidám, kedves jelmet szeretnék, nem pedig egy gyilkosét. Azzal visszament az öltöző fülkébe, és átöltözött. További szép napot, mosolygott az eladókra, majd kilépett a boltból. A hóhér kosztüm tónustalanul csüngött a fogason, az eladók pedig a papírjaikba merülve feledkeztek meg a köszönésről. Elindult haza. Ugyanazon az úton, amelyen idefelé próbálta fel az összes kedvenc jelmezét. Se baj, gondolta magában, ez most így alakult, idén kihagyja a bált. A következő kereszteződésnél jobbra fordult, noha egyenesen kellett volna haladnia. Két háztömböt követően balra ment tovább. Figyelte, merre viszi a lába. Átment a zebrán, be a parkba. A távolban gyerekek nyüzsögtek, elindult feléjük. Benyitott a játszóteret szegélyező kiskapun, és a hinták irányába tartott. Aztán leült a mászóka mellé. Nézte a gyerekeket, és elmerült a gondolataiban. Nem zavarta a hangoskodás sem. A gyerekek rohangálása is nyugtatóan hatott rá. Távol járt már, amikor egy kisfiú állt meg előtte, és beszélni kezdett hozzá. A bácsi mi lesz a farsangon? Hogy én? Igen, a bácsi, mert én kalauz, folytatta a kisfiú. Én azt hiszem, most nem leszek senki. Az hogy lehet? Érdeklődött tovább a kisfiú. Idén pihenek? Akkor biztos elfáradtál, állapította meg a kisfiú. El. Nézett el a kisfiú felett, amikor meglátta a mászóka tetején a félkézzel csüngő kislányt. Olyan nincs, hogy a bácsi senki lesz, beszélt tovább a kisfiú. A kislány minden erejét összeszedte, hogy újra két kézzel kapaszkodjon. És nem hiszek a bácsinak. A görcsbe szorult kézből kicsúszott a rúd. Felugrott a padról, és estében, féltédre ereszkedve kapta el a kislányt, a mászóka lábánál. Meglepődve egymásra néztek. Aztán a kislány felpattant, és elszaladt. Most már tudom, szólalt meg mögötte újra a kisfiú. Te vagy Pán Péter. Elemzésem Légrádi Gergely Szemben című novellás kötetéről. Igen, különleges szemléletmód érvényesül egynemű, azaz egyenletesen magas színvonalú intellektuális novelláiban. Az élet jelenségeit egyszerre három aspektusból elemzi. Jobbról, balról és felülről, vagyis a jelenség, a lényeg és a filozófiai háttér felül. A jelenséget többnyire érzékletes leírás vagy tömör párbeszéd rögzíti, a lényeg, a mögöttes mondani való, a filozófia pedig maga a paradoxon. Az író paradoxonokban lát, mint örkény, aki a 20. századot jelenítette meg, vagy még inkább Kafka, aki jogi doktorként éjjel alkotta,
tökéletesen kiérlelt műveit. Szerencsére a fiatal művész írásaiból hiányzik ez a végletes elkeseredettség. Ő inkább bemutat és gondolkodásra késztet. Ligrádi Gergely a 21. századi emberi megnyilvánulásokat villantja fel, rövid, néha egymondatos megállapításaiban. Humora logikája, a magyar nyelv lényegre törő, mégis érzékletes kezelése minden novellájában megnyilvánul. Éles megfigyelő, megfelelő távolságtartással. Minden műve filozofikus, igen erős atmoszféra teremtő erővel bír. Akár egy szórakozó helyet, kórházat, lakást jelenít meg, akár komoly kérdéseket érint, gondolatokba láthatunk bele. Annyira hiteles ez az eljárás, hogy szinte elfeledteti az olvasóval, hogy ezek mind az ő gondolatai. Alkotásaiban emberi és transzcendentális összefüggések és anomáliák egyként megfogalmazódnak. Eredeti megfigyelő, aki az életet groteszk, abszurd, paradox jelenségnek láttatja. Novellái igen színes fantáziavilágra vallanak. Az Önarckép című írásban leiskolázza a már befutott írót, ezt érzem leginkább kafkai szituációnak. Lérádi Gergely stílusa, tárgyválasztása és világlátása végtelenül eredeti, sajátos, csak rá jellemző. Kiforrott író. Sallangmentes, pontos. Sok művében érezhető valamilyen szorongáskeltő élethelyzet. Talán azért is, mert hihetetlen erővel megjelenít, de a megoldhatatlan helyzet megoldására szándékoltan nem törekszik. A befogadót rabul ejti a felvázolt helyzet, ő is szeretné feloldani a feloldhatatlant. Művei enigmaszerűek, rejtélyesek, komolyan igénybe veszik az olvasó logikai készségeit, élettapasztalatát. E kötet alkotásai kihűlt emberi viszonyok 21. századi alakulását tükrözik. Ez a hűvös intellektuális alkotói attitűd mégis a mélységes humanizmusról tanúskodik. Csak az képes ilyen sokrétűen bemutatni egy-egy élethelyzetet a kisgyerek pánik helyzetétől, a borospincében művelődő borászig, a haldokló tudatvilágától az operált beteg felemelt középső ujjáig, aki az életet elfogadó humorral, intellektuális derűvel szemléli. Ligrádi Gergely Szemben című novellás kötetéből egy novella részlet. Variációk szentestére. Elhúzta a függönyt, és az ablakpárkányra kuporodott. Pont elfért. A ház előtt, fenn a magasban, utcai fény villódzott. Ha a lámpa mögé nézett, de mégis a fényen át, meg tudta mondani, mi esik. Bármikor. Sokat ült itt éjjelente, a többiek az ágyban, ő a párkányon, az utcát kémlelte. Hát, ha ma este megjön. Idén is ezt kérte a Jézuskától. Látta, hogy anyja elolvasta a levelet, majd egész testében megrándult, és a könyvek közé dugta. Már tudta, nem kell feladni a postán, hogy teljesüljön. De ha van Jézuska, akkor miért nem jött még haza? Az anyja nem mert elmondani. Egy kapucnis férfi tűnt fel a járdán, alig emlékezett már a vonásaira. Biztos volt benne, hogy megismerné. Újra üres lett az utca. Megismerné. Bármikor megjöhet, bármelyik éjjel. Ha megérkezik, akkor lesz szent este. Thank you.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.